A két legnagyobb spanyol filmsztárt végre összeeresztették a vásznon, és nem is okoznak csalódást. Az út a díjesőig szórakoztató görbe tükröt tart a filmes fesztivál sznobizmusnak, és ugyan megtorpan a kíméletlen szatíra felé vezető úton, de jól sáfárkodik legnagyobb művészi tőkéjével, a színészi karizmával. Mindenki eldöntheti, hogy vajon a mérhetetlen szakmai önimádat vagy az önostorozási hajlam jele, de kultúrtörténeti tény, a filmkészítésről szóló filmeknek komoly hagyományuk van. Hollywoodnak például aligha van olyan korszaka vagy műfaja, amiről ne készült volna film, a musicaltől a vietnámi háborús filmekig, vagy a bibliai szandáros drámáktól, a 70-es, 80-as évek pornójáig gyakorlatilag mindent megénekeltek, kifiguráztak március. Az apró pénzből készült független filmek is megkapták a maguk görbe tükrét, nem elég, hogy a legendás Orson Welles utolsó, befejezetlen műve is egy végeérhetetlen forgatásról szólt, de ott vannak még az olyan bájos, önreflektív szatírák, mint a Csapnivaló és a Katasztrófa művész. Legkésőbb a 8,5 nyomán pedig az európai szerzői filmnek is archetipikus hősévé vált az alkotói válságban szenvedő rendező, aki a saját szorongásaiból és ötlettelenségéből igyekszik remek művet kicsiholni, rázódítva a nézőre tépelődéseit. Ebbe a vérvonalba illeszkedik az út a díjesőig is, csak ezúttal nem egy kiégett művész lelki válsága adja a nagy műtáptalaját, hanem egy megfeneklett milliárdosé. A 80. évét betöltő Humberto úr ugyanis úgy érzi, hiába a felhalmozott mérhetetlen vagyon, semmi maradandót nem hozott létre életében, és méregdrága születésnapi ajándékai között bolyongva azon mereng, hogy kellene valami, ami örök időkre megőrzi a nevét az utókor emlékezetében. Először egy önmagáról elnevezett hídban gondolkodik, de aztán eszébe jut a tökéletes megoldás, egy zseniális film, ami letarolja a fesztiválokat, és a halhatalan producerek panteonjába emeli őt. Gyorsan fel is vásárolja egy Nobel-díjas regény jogait, melyből természetesen egy sort sem olvasott, a rendezésre pedig felkéri a kissé extravagáns, de többszörösen díjazott rendezőnőt, Lólöc Jevast, egyedül azt kötve ki számára, hogy a legeslegjobb színészeket kell szerepeltetnie a filmben. Az öntörvényű Lólö nagyvonalúan teljesíti a kérést, hiszen két olyan színészt kér fel, akik a saját kategóriájukban egyértelműen élvonalbeliek, ám közben egymás szöges ellentétei, a tömegfilmeket sorra gyártó, Hollywoodot is meghódító szépfiút, Félixet, és a kísérletező színházban nagyra becsült, de a kommersz ízlést mélységesen megvető színművészt, Ivánt. Mivel a megfilmesített történet is két fivérvérre menő rivalizálásáról szól, eleinte művészileg kifizetődő húzásnak tűnik az egymást taszító főszereplők összeeresztése, ám menet közben központi kérdéssé válik, hogy az egók harca nem dönti-e végül maga alá az egész filmet. Az út a díjesőignek viszont épp ez a fokozatosan durvuló egóharca legszórakoztatóbb része, főleg mivel hatalmas kibontakozási terepet enged a maga szintén impozáns szereplőgárdájának. Eleve filmtörténeti pillanatnak tekinthető, hogy Antonio Banderas és Penelope Cruz végre tényleg együtt játszik, hiszen bármilyen meglepő, de eddigi pályájuk során mindössze egy pár perces közös jelentben bukkantak fel egy Almodóvar komédiában. A kultikus páros pedig kiegészül az argentin Oscar Martinezzel, aki kiválóan hozza a sztoikus bölcsességét és méltóság teljességét szépen levetkőző nagy öreg művészt. A különös trió kudarcra ítélt összecsiszolódási kísérletei hatalmas komikus potenciált tartogatnak, aminek egy jelentős részét ki is tudja aknázni a film argentin rendezőpárosa, Mariano Cohn és Gaston Duprat. Vannak egészen frenetikus jelenetek, például, amikor Félixnek és Ivánnak egy daruval belógatott óriás sziklatömb alatt kell elpróbálniuk egy feszült dialógust, hogy átérezzék a szavak súlyát, vagy amikor tehetetlenül, fóliába bugyolálva kénytelenek végignézni, hogy a rendező miként darálja le a pályájuk során begyűjtött díjakat a színpadon. Máskor lehet az ötlettelen rutin jele, de ezúttal kifejezetten hálásak lehetünk a sok frontális arc közeliért, ezek révén ugyanis lekövethetjük az arcizmok legapróbb rezdüléseit, és a zavart, bosszús, értetlen, gyilkos tekintetek minden árnyalatát, amelyek szavak nélkül érzékeltetik, hogy küzd a szereplőkben a profizmus és a fortyogó elégedetlenséggel.
Persze bőven vannak a filmben szavak is, de ezek nem mindig válnak az előnyére. A hullámzó színvonalú párbeszédek hol erősítik, hol épp gyengítik a helyzet komikumot azáltal, hogy kimondanak valamit, ami már a szereplők gesztusaiból is egyértelmű volt. Az út a díjesőig hasonlóan kaján élvezettel állítja pellengérre a filmes fesztivál sznobizmust, mint ahogy a négyet tette a kortárs képzőművészet túlbonyolított, kisujjeltartós világával, de azért nem merészkedik olyan messzire az abszurditás és a provokáció terén, mint Ruben Östlund Oscarra is jelölt filmje. A vitriolos szatírától végső soron az választja el, hogy időről időre megértőnek mutatkozik szereplőivel, és láthatóan óckodik attól, hogy teljes idiótát csináljon belőlük. Így viszont megreked a kíméletlen paródia és a gyengét humorú karakterdráma közötti senki földjén, ettől persze még tele van szórakoztató pillanatokkal. A film ideális befogadói közege lehetett a Velencei Filmfesztivál, amelynek tavalyi versenyprogramjában debütált. A finálé ugyanis épp egy vörös szőnyegen és a premiért követő zsúfolt sajtótájékoztatón csúcsosodik ki, így a fesztivál Art House filmekben művelt közönsége saját magát is jó ízűen kinevethette a díjakat hajhászó filmesek mellett. Az persze jó kérdés, hogy ezek a belsős poénok ugyanilyen jól érvényesülnek-e majd egy pláza mozivetítő termében is. Az önironikus él tehát lehet, hogy némileg csorbul, de banderaség karizmája így is úgy is elviszi a hátán a filmet, önfelett hülyéskedésükre pedig smoking nélkül, nachos tállal a kezünkben sem túl nehéz csatlakozni. Út a díjesőig, 2021, 114 perc. 24.hu értékelés, 7, 5, 10.